Hello, recording Sziasztok! started élőben. Hello, szia mindenki! Ja, szia, 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 sziasztok! Hát, most Jaj! nem ön, ellenben kedden vagyunk, és tök jó kis témát hoztunk nektek Adrival. Ő Egy éppen, egész hogy túl sorozatot. és jó volt az új alapozó, Adri, mindenkinek ajánlod? Ó, Úristen, igen, csak nagyon röviden, úgyhogy tényleg mosolyog túl egy 4 napos alapozón, amit Wilming Gabi facilitált, és atya úristen, tehát, hogy ez nekem már a negyedik, tehát én ezt már így 4-szer végigértem így az elmúlt 3 évben, és valahogy mindig így mások esnek le, és mást hallasz meg, és máshogy mondja a facilitátor, és ugye az egész arról szól, hogy közben az emberek dobálják be a témákat, és tiszta véletlenül, ami az egyiknek működött, az véletlenül nekem is releváns volt. Arról nem beszélve, hogy nagyon mókás volt, ez csak ilyen vicceskedésnek, hogy úgy voltunk, hogy volt két Eszterünk, volt két Mónikánk, úgyhogy én tiszteletbeli Ferenc lettem, hogy két Feri is legyen a csapatban, úgyhogy ezen szórakoztunk így 4 napon keresztül. De ez szó, ami szó, tehát azt hiszem holnap túrabakancs, ki az erdőbe, és egy kicsit így kikapcsolódom itt a mindenből, ami így jött, mert azért intenzív volt, és úristen, menjetek alapozóra. Nem Gabihoz is, de bárki, akihez hív, mert atyavilág, Gyere, atyavilág. ugorjál hozzám ide Norvégiában, most pont süt a nap, és gyönyörű minden. Jaj, elhiszem, ott azért más terek vannak. De Nagyon. nem kicsinyítjük le a normafát, meg a hármas terhegyet sem. És akkor milyen témát hoztunk mára nektek, ha már így úgy is felhoztam az alapozót, meg meséltél róla, képzeljétek el, csak gyorsan, akkor bele is vágok, mert hogy arra gondoltunk Adrival már egy ideje, hogy csinálunk nektek egy ilyen access szótárt, mert hogy hallgattok ti is minket sok helyről, lehet, hogy a legtöbben pont access-szel kapcsolatban találtatok ránk, de valószínűleg engem is hallgatnak olyan emberek, akiknek fogalmuk nincs ezekről a kifejezésekről, amiket így az access berkein belül használunk, meg valószínűleg Adrit is sokan követik olyanok, akik bár megismerkednének ezzel, de lehet, hogy még nem ismerik, és hogy ilyen furcsák ezek a kifejezések. És múltkor volt egy indítatás, amiből úgy hallgattuk meg mi is ezeket az ilyen access-szel kapcsolatos ilyen beszélgetéseket vagy videókat, hogy így figyeltük, mint kívülálló, hogy hú, hát ha én nem tudnám, hogy mit jelentenek ezek a szavak, akkor nem érteném, hogy miről beszélnek itt pontosan, hanem azt hallanám, hogy valami spirituális bla 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 bla. És hogy ezért gondoltuk azt, hogy teljesen így mindenkinek érthetővé téve behozunk pár olyan szót, amivel valószínűleg sokat találkoztok, ha ilyen access-szel kapcsolatos videókat hallgattok, és lehet, hogy nem értitek, hogy mit jelent az, mihez lehet hasonlítani, és kicsit szeretnénk ezt megkönnyíteni nektek. És én most választottam pár szót. Azért Legyik kedves. Igen? mielőtt azért belevágunk, azért hozzátenném azt, hogy ugye maga az Access Consciousness, ugye ez a hozzáférés a tudatossághoz, és ez azzal a feltételezéssel él, hogy te tudod, amit tudsz, tehát igazából mindent tudsz, és valószínűleg, amikor hallod majd ezeket a szavakat, amiből egyébként egy ekkora listát összeírtunk, úgyhogy valószínűleg ebből nekünk egy sorozatunk lesz itt most a következő alkalmakkal, simán lehet, hogy persze hallgatod, ahogy Dia is mondta, egy kicsit ilyen spiri bla bla bla, de egyébként átmegy az energiája, érted, hogy mi az, tudod, hogy miről beszél, lehet, hogy nem így fognád meg, nem így mondanád ki a száddal. Ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy az, amiként mi nézünk rá ezekre a dolgokra, az sem szentírás. Tehát, hogy ez is a mi saját nézőpontunk, Diának azt jelenti az, amit nekem az, amit lehet, hogy neked tök más lesz, és mi van, hogyha az is teljesen rendben van. Szóval, hogy ez egy ilyen kis figyelmeztetés itt az elejére, hogy kezeld ezt úgy, hogy oké, itt most két csaj beszélgetni ilyen mindenféle szavakról, ez tetszik,
visszautalnék az adventi adásokra, ez itt most könnyű, ezt itt értem, ez itt teres, ez valószínű igaz nekem, fú, ezt viszont Úristen, biztos, hogy nem, nekem valami tök mást jelent, akkor nyilván vidd el ebből is azt, ami neked releváns és neked igaz. Úgyhogy igen, azt hiszem, ennyit akartam még hozzátenni. Aj, köszi nagyon! Igen, ez tényleg fontos nagyon. És tök jó, hogy elmondtad ezt, mert múltkor valaki kérdezte, hogy pont itt, igen, a Norvégiában, hogy and what does it mean, excess consciousness? Why this is the name of this? And én így néztem, hogy this is a good question. What does it mean? És akkor így, this is a good question. És most ez, hogy hozzáférés a tudatossághoz, ez annyira gyönyörű. Na, hát akkor mivel a... Megmozdulok, hogy ez a csodálatos izé látszódjon ott mögöttem, de nem. De koronám legyen. Na mindegy, menjünk. Azok a szavak, amiket én mára hoztam, például az egyik az éberség, és itt rögtön egy ilyen sztorival is nyitnék, hogy most, hogy én itt dolgozok Norvégiában, ugye nap mint nap, pont szombaton volt egy olyan érzésem, hogy Eszterre gondoltam, és úgy voltam vele, hogy én hozzá kapcsolódok ehhez az alapozóhoz. Rákapcsolódok annak az energiájára, és annyira vicces volt, mert hogy hát, amikor így, csak így ez a szándék, hogy így rákapcsolódok, és engedem, hogy rajtam is fussanak mondjuk az ott megbeszélt processzek, vagy stb., akkor az ember azt gondolja, hogy sunyiskodik, és úgy se derül ki, hogy én most rákapcsolódtam, és akkor este rám ír az Eszter, hogy te ott voltál ma velünk az alapozón, igaz? Én meg így, honnan tudod, hogy lehallgattál, vagy mi? És utána kiderült, hogy szóba kerültem valahogy az alapozón, és valahogy így mondtam, de inkább ezt szerintem, hogy te befejezd be, hogy így mondtátok, hogy hát én ott vagyok, vagy valami, és tényleg ott voltam. Tehát, hogy ők éberek voltak arra, érezték, volt megérzésük efelől, hogy én ott vagyok. És talán ez az éberség, ez valami ilyesmit jelent nekem, hogy ez a... Az intuíció, ez megint egy olyan, hogy köszi, adsz egy pofont a szarnak, hogy éberség, intuíció, köszi, mind a kettőt nem értem, de hogy ez a, amikor így érzed, vagy van olyan, hogy rákapcsolódsz arra, hogy hú, de jó lenne, én most pont Amerikáról beszélgettem Adrival, de jó lenne kimenni Amerikába, kivel kéne beszélnem ahhoz, hogy oda mehessek, vagy hogy mit kéne befogadnom, vagy mire kéne ránéznem az életembe, stb. És akkor éber vagyok, úgymond, megszólal így a kis ping, megszólal valami kis iránytű a fejedbe, hogy emlékszel, tavaly egy lány keresett a Camp Leaders-től, és én ezt nevezem éberségnek, amikor így jön egy megérzés, jön egy gondolat, eszembe jut valaki, valami, úristen egy téma, úristen ez meg az, és hallgatok arra, és megyek annak a vonalával, és ez az éberség juttat el oda, hogy elérjem mondjuk a célt. De mit tenni? És igazából szerintem az egész excess consciousness-nek szerintem így az eszenciáját fogtad meg ezzel az egésszel, mert ugye hozzáférés a tudatossághoz, hozzáférjen magadhoz, hozzáférjél a tudáshoz, és ugye mivel operál ez a modalitás? Kérdésekkel, amit nem az agyunkból akarunk megválasztani, hanem pont azért tesszük föl, így bedobjuk a semmibe, vagy a mindenbe, attól függ, hogy hogyan hívom, és csak így várom, hogy megjelenjenek, és nekem ilyen sokkal egyszerűbb példám van, de ez ilyen évekkel ezelőtt, és szerintem, nem, talán neked még nem meséltem el, hogy valakivel beszélgettem kutyákról, és ki akartam mondani, hogy az én kedvenc kutyám az életem abban a szakaszában és az égnek nem jutott eszembe a kutyafajta. És mondtam, hogy mindegy is beszéljünk másról. És valamiért nem mentem bele abba, hogy megmagyarázom, hogy ekkora barna, fekete, hegyes orrú, nyírt fülű, stb. Semmi ilyet, csak így hagytam. És két nappal később teljesen véletlenül a gyerekeimmel sétáltam a Váci utcán, tudom azt, hogy tök hideg volt, ilyen késő őszi nap, már sötét, és így földbe cövekelt a lábam, és nem. Doberman, baszki. Tehát amikor így hirtelen ez így valahonnan beugrott, nem láttam semmit, csak egyszerűen így megjött az a válasz, amit így nagyon kerestem, és egész odáig, amíg megpróbáltam a nagyon okos, cuki agyamból én ezt így megoldani, addig az égnek nem jött. És onnantól kezdve, hogy ezt csak így kiengedtem, hogy na jó, akkor
Hát ez van. Akkor egyszer csak is felkapcsolódott a villany, és akkor megjött a válasz. És egyébként érdekes, igen, az alapozónál azt azért hozzátenném, mert hogy ez az egész éberség honnan jön, meg ez az egész gondolat, szerintem egy kicsit arról is kéne, hogy beszéljünk, hogy van egy olyan gondolat, és itt két irányba szoktak elmenni, hogyha spiribe mész, hogyha biológiába mész, hogyha filmeket nézel. Ugye annak idején, nem is tudom, 80-as, 90-es években volt talán a Sean Penn-nek az a filmje, az a 21 gram, hogy az ember a halála után 21 grammal kevesebb, ugye, hogy van egy lelked valamit. Ugye az egyház, meg egy csomó minden azt mondja, hogy a lélek az itt van belül, a kis testedben, a tested a lélek temploma, stb. Ehhez képest ez a modalitás, amiről meg itt beszélünk, ugye meg azt mondja, hogy te sokkal több vagy, mint ez a fizikai test, van egy lény igazából, aki ennél nagyobb, aki igazából ott van az összes molekulát között, és innentől kezdve, mivel ez egy egész tulajdonképpen egy energia, kapcsolódik mindennel is. Én kapcsolódok ezzel a stokival, amin ülök, a gyönyörűséges Yin-Yang polcommal, kapcsolódok veled Norvégiában, mert ebben a térben ilyen végtelenként ott létezünk, lebegünk, nem tudom, mit csinálunk, így a molekuláink ott közé vannak. És innentől kezdve az összes információ ezen a téren keresztül tud áramolni. Tehát amikor így bedobsz egy kérdést, hogy oké, akkor itt most mi más lehetséges, van-e itt valaki, hogy most az alapozóra visszamenjünk egy kicsit, akkor simán azok, akik így erre érzékenyek, meg akik erre tényleg éberek, azt tudták mondani, hogy de basszus, nem hatan vagyunk ebbe, vagy heten ebbe a szobába, hanem egy kicsit többen, és akkor akinek ez nem releváns, az taka haza, mert hogy ez nem egészen így működik. Szóval, hogy és miért nagyon jó pofa ez? Mert ugye ilyenkor jönnek azok a dolgok, hogy biztos képzelődöm. Ez csak így a játék az agyamnak, vagy álmodozom, vagy stb. És nagyon mókás volt, mert, és ez is alapozós, és vissza szeretném hallgatni most már lassan a hanganyagokat, mert volt egy olyan, hogy nagyon sok processznek hívtad, ezek igazából különböző tisztítások, különböző mondatok, amiket használunk, ezek angolul voltak meg, és ezeket ugye olvasta föl a facilitátor, a Gabi. De amikor angolul volt, akkor nem egyszer én voltam a magyar hangja, mint úgy általában szoktam lenni. És volt egy olyan pillanat, amikor így ránéztem a tisztítások listájára, és elkezdtem mondani a következő tisztítást magyarul. És meg voltam róla győződve, hogy ő ezt már egyszer elmondta angolul, és így rám nézett, azt mondja, mivel átvetted a facilitátorságot, hogy már lépsz a következőre, mondom, de hát mondtad, és mindenki mondta, hogy de ők nem. Tehát valahol éber voltam arra, hogy na ez jön, és zsigerből kivettem a fejéből, kivettem ebből a térből, és elkezdtem tolni magyarul. Most nyilván nagy röhögés lett belőle, de hogy milyen érdekes, hogy mennyi mindenre tudsz gondolatot olvasok, akkor én most, meg így jön a macskás néni az üveg gömbbel, igen, megjöhetnek azok a válaszok, így az éberséget ki tudták vonni, és ebbe egy csomó minden megjelenhet. Emlékeztek, volt ez a bácsi, aki mindenki szakadt szerencsétlenen, pedig lehet igaza volt. A tévén keresztül gyógyított embereket, vagy így a tévén keresztül küldött energiát. Tessék? Igen, ez a képernyő. Igen, érzi, már megy. És hogy nagyon izgi, most valószínűleg több szót fogunk érinteni, mert hogy minden mindennel összefügg, ugye? De hogy nagyon izgalmas az, hogy ő vajon Kókler volt-e, vagy pedig csak megelőzte a korát, és már ott tartott, és úgy tudta tényleg ezt az egészet energetikailag küldeni akár neked, hogy az befogadhatatlan volt abban az időszakban, de amúgy meg tényleg történt. Pont azért, amit Adri is mondott, és akkor ez egy másik ilyen szó, amit valószínűleg sokat hallunk az excess berkeim belül, ez a végtelen lény vagy. És ez az, amit Adri mondott, hogy ugye mi azt tanuljuk, hogy a testbe be van szorulva egy lélek, akin dolgozni kell, de hogy a test a temploma, és akkor ennyi, így jártál, tehát be vagy börtönözve a testbe. És ugye, ahogy Adri is elmesélte, valójában minden is bennünk van, köztünk ez a test is,
hogy mindennel kapcsolódásban vagyunk, ezért mindenről tudunk olvasni, az érzéséről, stb. És biztos volt veletek is olyan, hogy például nem jut eszedbe az, hogy Dobberman, de neked megjön az info, hogy a Dobbermanra gondol, és ő nem tudott, hogy ő azt akarta elmondani, de te kimondod, hogy Dobberman? Honnan tudtad? Úristen! Vagy hogy valaki befejezi a te mondatodat, anélkül, hogy mondjuk ismerne téged. Csak egyszerűen tudja, melyik szót akarod mondani. Vagy velem sokszor van ilyen, és ezért van ez a kérdés, vagy ha véletlenül halljátok, hogy egy ilyen csilingelést, akkor ez be van állítva nekem az applikáció. Én nekem nagyon sokat kell használni a kihez tartozik eszközt, úgymond, vagy processzt, mert hogy nagyon sok mindent érzékelek másokból, nagyon sok mindent, és nagyon sok mindenről azt gondolom, hogy ez enyém, és ezért dolgozok rajta feleslegesen, mert nem tudom megváltoztatni, mert nem hozzám tartozik igazából, és ez amikor mindent érzékelünk, érzékelem a másik embert, hogy benne mi az elakadás, érzékelem azt, hogy mit akar mondani, érzékeled azt, hogy, és képzeljétek el, most pont tegnap, ezt nem tudom pontosan, hogy ez éberséghez tartozik-e, vagy pedig egy más szóhoz, de talán egy kicsit ide is tartozik, hogy tegnap mondta nekem a csávó, most egy ideje nagyon fájt a csuklóm, ugye, mert így vagdalkozni kell, és tegnap így mondja nekem reggel a pasi, hogy majd beszéljünk a munka után a munkáról. Na, kész, mindenki is rám csatlakozott, akit valaha így rúgta ki, hogy majd beszélnünk kell, mindenkit is érzékeltem, aki ettől rettegett egész nap, plusz jött a saját életemből is mindenféle múlt, nem feleltem meg, kudarc, nem vagyok jó, elbasztam, nem sikerült, ki akar rúgni, megszégyenült, mert már minden rám ömlött, és olyan érdekes volt, csak folyamatosan kihez tartozik ez, kihez tartozik ez, kihez tartozik ez, kihez tartozik ez. És hogyha ezt csinálom, végül, miután 2 órán át kb. Ezt csináltam vagdasás közben, de na fölmerült egy olyan lehetőség is, hogy vajon megengedném-e a terét annak, hogy ő majd kifejtse, hogy mit akar mondani. Az egésznek az lett a vége, mert ezen mindig utána szétröhögöm magam, hogy én ott pánikolok meg minden, egy ilyen egész hattyú harcot így levívok ott egész nap magammal, és akkor utána kiderül, hogy ők csak nagyon izgulnak azért, hogy nehogy valami nagyobb baj legyen a csuklómmal, hogy akarok-e többet pihenni. És hogy így sokszor azok a dolgaink minden éberségnek indul elsőképpen, és akkor utána mi eldöntjük és befixáljuk, hogy abból lesz egy irítség, abból lesz egy harag, abból lesz egy dráma, abból lesz egy csomó minden, miközben csak igazából az egész csak egy megérzékelés, se valami másnak. Nem tudom, hogy ez így érthető volt-e, vagy ilyesmi is kerek szerintem volt-e. Igen. Szerintem ez így abszolút átjött. Ez így abszolút átjött. És nyilván ez behozza azt is egy kicsikét, és tök érdekes volt, és szerintem jó is, hogy behoztad a kihez tartozik. Tehát erre is volt részünk, úgyhogy menjetek vissza, hogyha gondoljátok, itt a lejátszási listáinkban ott lesznek, hogy nekem nagyon tetszett, amikor kimondtad, hogy tényleg csak azzal tudsz valamit kezdeni, ami a tiéd. Ami a másik, azt hiába szerelgeted meg magadban, mert az így nem fog menni. Ellenben nagyon szépen lehet, most azt mondom, hogy egy ilyen, ahogy te is mondtad, ugye, hogy megérzékelted mindazoknak a valóságát, akik ilyenkor rettegnek, hogy ki fogják őket rúgni, mi lesz holnap, stb. 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 Hogyha ezt rendesen berakod, akkor lesz egy ilyen nézőpontod, amit meg megint csak szoktunk mondani, hogy a nézőpontot teremti a valóságot. Ugye ez a klasszikus félig üres vagy félig teli pohár, vagy egyszerűen a pohár csak újra tölthető, és választhatok, hogy mivel. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok és láncolatok. Úgyhogy, tegnap nagyon mérges voltam, képzeljétek el, nagyon, és folyamatosan eszembe jutott egy barátom, és mondom, hát én elmondom neki, hogy én tök mérges vagyok, nem tudom, miért neki kell elmondanom, de minden, azt mondja, úristen, hát én olyan, mintha rólam beszélni, én annyira mérges vagyok egész nap, dühöngök, fortyogok az igazságtalanságban, és
Mondom, oké, akkor már értem. Szóval a testünk egy nagy ilyen detektor kb., és mindent meg tud így érzékelni. És egy csomó dolog tényleg nem a miénk, de hogyha én most elkezdek abba menni, hogy mi a franc bajom van, hogy most mi a fenér vagyok haragos, mikor itt vagyok Norvégiában, hálásnak kéne lennem, ehhez dühös vagyok, és így dühöngök magamba, és ráadásul milyen segítő vagyok, hogy itt dühöngök, miközben a tudatosságot, és így le tudod húzni magad a picsába, a mínuszba, miközben valójában, igazából, ha fölteszem tényleg ezt a kérdést, hogy kihez tartozik ez, akkor kiderül, hogy ez csak egy éberség, vagy nekem nagyon sok ötletem van. És ezt pont decemberben mondtam neked, Adri, hogy megbolondulok, annyi ötlet árad felém, hogy egy évre, ha minden nap csináljuk valamit, se lenne elég egy év, és aztán lettem arra éber, úgymond, hogy mi van, ha ennek a fele nem az enyém. És egyszerűen, mint ahogy érzékelem a tyúk szemét a másiknak, érzékelhetjük azt is, hogy mennyi ötlet van kering a világban bárkinek a fejéből kiszedve. Tuti volt veletek is olyan, hogy gondoltál valamire, hogy de jó lenne egy beszélgetést vele csinálni, és másnap szembe jön veled, vagy egy hónap múlva ugyanaz, szóról szóra, még a cím is ugyanaz, amit te kitaláltál. Abszolút. És akkor így néztél, hogy megsemmisültem, valaki más ellopta az ötletemet, nem. Csak sokan vagyunk így, hogy éberek vagyunk, mindenki igazából. És szerintem ez akkor tud a mi javunkra válni, ezt én nagyon fontos tanulságként jöttem rá egy hete, úgyhogy Isten igazából megérzékeltem, hogyha el is ismered, hogy hát én megállok, és azt mondom, hogy wow, na jó, köszi, testem, vagy köszönöm, hogy én most elismerem azt, hogy ennyire meg tudom érzékelni ezt a dolgot. Mert akkor nem kell tovább ugyanazt a témát görgetnem magam előtt, mert elismerhetem, hogy már megváltozott, már megváltoztam, már változtam, már ez megtörtént, már, és akkor tudok tovább haladni. Abszolút, abszolút. Hát, azt nem gondoltam volna, hogy az éberség, de mondjuk jó, a végtelen lényt is belevettük. Jó, jelentőségteliség. Jó, úristen, úristen, sose csinálok olyat, sosem lesz valami vagy valaki túl fontos, és csak az, és csak ő, és csak úgy, és csak akkor, és nélküle az élet semmi, és igen, és egyébként legyen szó bármiről, tehát a kapcsolatokról, pénzről, egy tanfolyamról, egy munkahelyről, egy bármiről, amire így azt mondod, hogy na, nekem ez annyira fontos, hogy Jézus Máriám. Igen. Hát nem is tudom, hogy ezt hol kezdjük. Nem tudom, hogy el erről bármit is, aztán majd így rácsatlakozok, mert annyi irányból így éber vagyok mindenki gondolataira. Ennyi. Nekem erről elsőként igen, az jutott eszembe, hogy ha ezt magyarul kéne mondani, akkor azt jelenti, hogy fontossá teszel valamit. És biztos volt veletek is az, hogy annyira szerettetek volna megkapni egy munkát, hogy arra vagy egy, vagy az, hogy bárcsak szerelmet vallana, és neked is, úgy, neki is pont te tetszenél, de hát úristen, ez lehetetlen, de igen, de jaj is, hogy fontos lenne, hogy te kapd meg, hogy fontos lenne, hogy téged válasszanak ki, hogy csak az az út, csak akkor lehetsz boldog, ha ez így történik meg, és azt a másik emberi lényt, azt az egész kapcsolódást, azt az összeget, azt az utat, amit te gondolsz, és kitaláltál, és kikontrolláltál, és minden megvan, ki van találmányozva előre, azt teljesen így befixáltad, és csináltál belőle ilyen nagyon fontos dolgot, ami mindennél fontosabb, ha nem kapod meg, megsemmisülsz, akkor úristen, mi lesz? És ettől, hogy ilyen jelentős lett, ettől elkezded magadtól taszítani igazából az egészet, tolni, mert hogy ráül az egész, biztos, tehát ezt is biztos csináltátok már, vagy csinálták veletek, amikor valaki, jaj, szia, nagyon szeretnek, úristen, hadd legyek veled, jaj, hogy mikor hívhatlak fel, meg ez a, jaj, soha, letiltanak, majd holnap után kiskedden. Szóval, hogy azzal, hogy
befixált, hogy csak így történt, csak ez fontos, csak ez lehet, más út nem lehet, csak így, és így, és így, azzal ugye totál olyan jelentőséget adsz ennek, ami által valójában elkezdjük eltolni ezeket a dolgokat, és nincs tér, hogy megvalósulhasson, mert befixáltad így, és így fogod az egészet, és így fontos, de akkor azt kell, hogy így történjen, meg ezt kell, meg tőle kell, meg hogy ezt mondja ő. És ettől, hogy ilyen jelentős lesz, és itt tényleg bármi, bármi lehet, ettől, hogy ilyen fontos lesz, hogy szükséged van rá, hogy nélküle, hogy ez, csak ez, és csak és ez adhatja meg neked azt, hogy te gazdag legyél, te megváltozzál, te boldog legyél, vagy bármi egyebet, ettől megsemmisül igazából az a lehetőség, hogy ez megvalósuljon, mert absz annyira kemény lett, és ilyen fix igazából. Nekem valahogy ez az, amit mondanék. De ez jó is, mert alapvetően szerintem ez egy kicsit játék a szavakkal, de ugye, hogyha visszalépünk oda, hogy minden energia, és a szavaknak is van bizonyos energiája. Ugye azt mondom, szükségem van rá, ez mit jelent? Az annyit jelent, hogy szűkösségem van belőle. És ugye azt szoktuk mondani, és tök mindegy, hogy melyik modalitással mész, hogy ugye van egy olyan elgondolás, nem ebben a rendszerben, hogy másban, hogy az univerzum nem hallja azt a szót, hogy nem. Hanem mindig, amikor mondasz, hogy nem fáj a fejem, abból ő csak annyit fog érteni, hogy fáj a fejem, és akkor úristen. De hogy ez miért is van? Mert hogy ráfixálsz arra, hogy nem, hogy nincs, hogy szűkös. Ja, hogy neked szükséged van egy férfira, szűkösséged van egy férfiból. Oké, akkor legyen, maradjon ez a szűkösség. Tehát nagyon szépen meg tudod ezt is teremteni adott esetben. És a másik, ez is nagyon-nagyon jó volt, hogy hány esetben van tényleg az, amikor menekülsz valami elől, mert hogy annyira azt érzed, hogy jön a porszívó ügynök, tolja, már benn van a lakásba, és csak nyomja neked az energiát, és te meg azt mondod, hogy úristen, ne, én megyek minél hátrébb. Hogyha ezt megfordítod, és te csinálod bármire, akkor az a valami, az a valaki ugyanúgy menekül. Tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Arról meg nem beszélve, hogy azért a saját magunk méricskélésében is, tehát hányszor teszünk jelentőségtelivé egy szemét, akinek a véleménye számít. És akkor már kilépek abból, aki én vagyok, amit én csinálnék, mert attól félek, hogy mit fog szólni majd a falu népe, mit fog szólni az a valaki, mit fog szólni a... nem tudom micsoda, akkor most kedvel vagy nem kedvel, most számít-e a véleménye, nem számít a véleménye, hol adom föl magamat valakiért, vagy valamiért, amit annyira jelentőségtelivé teszek. Most nyilván azt mondom, hogy persze, hogyha az ember dolgozik egy irodában, és a munkája fontos, és nyilván ott megvan a bizonyos keretek, amik között kell focizzál csak, tehát, hogy nem tudsz egyszerűen kimenni a pályáról, hogyha az a feladatod. Nyilván ott is meg lehet találni a könnyedséget, de hogy hol van az, hogy bármilyen tevékenységben tényleg azt mondod, egy kapcsolatban, a kapcsolatod, a gyerekeid oltárán mindent is feláldozol. Mert ők annyira fontosak, és értük. Ez a klasszik mártírság is ide nagyon szépen be tud jönni, hogy hát én akkor már nem én vagyok, én már csak az az anya vagyok, akit egyébként nyugodtan lehet mosogató oronyként használni. Én már csak anya vagyok, aki gyerekeiért mindent feláldozok. Értetek, áldozom fel, és amíg itt éltek, addig azt csináljátok, amit én mondok. Jó, igen. Ez már a kontroll, ez már egy következő igen, szó. Nekem két dolog jutott még ide eszembe. Az egyik az, hogy ha már ezt a norvégiás tegnapi sztorit elmondtam, akkor ott ugye nekem volt jó 6 órán végig zongorázni ezt, hogy én hol tettem jelentőségtelivé azt, hogy ugye, ha vegyük azt, hogy úgy kezdtem el hozzáállni, hogy ki fognak rúgni, hogy hazaküldenek, ugye? És akkor minden, amit én előre kikövetkeztettem, hogy milyen jó lesz nekem ebbe a 2 hónapba, itt megváltoztatom az életem, fú, hát de hát beleszerettem a nagyon ebbe a családba, imádom őket, és akkor most el fogom veszíteni őket, akkor már nem fognak kedvelni, nem fognak hívni, nem vagyok jó ebben a munkában, elrontott, szégyelnem kéne magam, és akkor minden hozzá kapcsolódó cucc még, hogy úristen, de hát nekem ebből lesz meg arra a pénzem, hogy
ha innen hazamegyek, akkor honnan lesz meg, akkor mit. Tehát minden cuccot én is jelentőségtelivé tettem. Ezért van az, hogy annyira rosszul érintett, hogy elveszíthetem. És ahogy dolgoztam egész nap azzal, hogy megengedtem magamnak a Szedónával, hogy üdvözöljem ezeket az érzéseket, hogy ott lehessenek velem, szépen hallgattam a minden az ellenkezője annak, aminek látszik, meg ugye a kihez tartozik, ott azt 2 órán át nyomtam magamnak, és akkor utána följött egy harag bennem, hogy rohadjon meg, hogy én idejövök, feláldozom az otthon élelembe, ugye, és a következő lépés volt a béke, amikor megszületett az, hogy oké, most ha netán tényleg hazaküld, akkor mi egyéb lehetséges, akkor tényleg, akkor mi más jobbat tartogathat a sors, vagy akármi. És hogy ezeket nevezem én így jelentőségtelivé tett dolgoknak, amikor mondjuk kitalálok egy ötletet, és csak abból gazdagodhatok meg, csak abból, és ha elveszik tőlem azt az ötletet, akkor megsemmisültem, kész, ennyi volt nekem. És hányan csináljátok ezt akár, vagy csináljuk ezt, hogy nyalogatjuk a sebeinket, ahelyett, hogy akkor föltennénk egy újabb kérdést, hogy hát jó, ha nem ebből, akkor miből? Nem, és azért erre szerintem olyan érdekes, mert én nagyon-nagyon szeretek azzal a kérdéssel játszani azért az utóbbi időben, hogy hajlandó lennék-e mindent, akármit, bármit elveszíteni. Igazából. És tényleg ez legyen szó egy munkáról, ez legyen szó egy lakásról, ez legyen szó egy kapcsolatról, egy bármiről. És ez nem azt jelenti, hogy el is kell veszíteni, csak egyszerűen ezzel is egy kicsit ki tudod venni a jelentőségteliségét, hogy hajlandó lennél. Mert ha azt mondod, hogy egyébként igen, akkor pont ez a töltése fog lejönni. Egyébként választom, és azért a választás is egy erős történet lesz, majd szerintem az önmagában egy önálló rész meg fog érni, de hogy választom azt, hogy elveszítem. Ja, egyébként most nem. De hogyha hol, mert hogy mit csinálok? Azt mondom, hogy ez annyira fontos nekem ez a lakás, neked az a munka, hogy kizárom azt a lehetőségét, hogy egyébként nekem lesz egy kacsalában forgó palotám, téged meg megtalálnak Norvégiába, és azt mondják, hogy ne Norvégiába gyere, vagy ne ide gyere az almafákat nyesegetni, hanem nem tudom én egy milyen über-szuper edzőteremben nyomasd azt, amit egyébként imádsz. Mert hogy mi van, csak ezt látom, hogy csak ez van, és csak ez a fontos. Tehát igen, hol és mit, és tényleg tökre kíváncsiak lennénk, hogy ti például mit tesztek ennyire jelentőségtelivé? Mi az, amit nem vagy hajlandó elveszíteni? Még a gondolatával sem játszani el, hogy na, mi történik, ha ez megy? Igen. Hát, nekem is van egy pár ilyen dolog, ami ilyen, hogy azért elgondolkozok rajta, hogy hú, az igen, hogy ott még van ellenállás, és ezzel az ellenállással lehet menni még szépen. Abszolút, abszolút. Na, dobjunk még egyet, vagy azt mondjuk itt 33 percnél, hogyha tovább folytatjuk, akkor egy órán át itt ülünk, és akkor inkább bontjuk majd egy következő adásra? Szerintem talán még ez a hozzájárulás, ez belefér. A másik az inkább már egy következő legyen. Amikor, bocsánat, hogy így mindig kinézek oldalra, csak ilyenkor még világosan, és itt sétálnak emberek, és olyan embereket látok, ez olyan fura itt. Valahogy. Szóval, hogy van ez a szó még, hogy mi az, ami hozzájárulás, hogy én hozzájárulás vagyok az életéhez valakinek. És én szoktam ezzel itt játszani sokat, hogy nyugodtan röhögjetek, mert ez ilyen érdekes lesz elsőre. Talán a hozzájárulást úgy fordítanám le, hogy mi az, ami ajándék lehet ebben, vagy nem is tudom, mi lehet ennek a nem következménye, mert az olyan terhelt szerintem, hanem mi az a jó, amit elvihetek ebből, vagy amit kaphatok ebből, vagy amit ajándékozhatnak nekem ebből, vagy valami ilyesmi, és amit én ajándékozhatok. És például én szoktam mostanában azt csinálni, hogy mindent meghívok, legyen szó emberi lényről, vagy entitásról, vagy itt ugye rengeteg fa van, és a föld energiája, föld anyának az energiája az így, és van olyan, hogy így állok 2 fa között, és egyszerűen csak megfogom a fát, és így fogadom tőle az ő hozzájárulását az életemhez. Mert hogy mi eldöntjük, hogy tőle
igen, tőle nem, és kiröhögjük azokat, akik fákat ölelgetnek, mezítláb earthingölnek, és mit tudom én, beszélgetnek maguk körül a térre, vagy valami, hogy azok gyógyósok. És közben pedig egy csomószor van az, hogy egyszerűen csak fogadják másoktól, más nem látható elemektől is, akár molekuláktól, azt, hogy most támogatóak legyenek számomra. És én szoktam azt csinálni az ágyjal mostanában, amikor lefekszek aludni, hogy megkérem az ágyat, minden egyes molekuláját, hogy legyen hozzájárulás az én mély, pihentető, nyugodt alvásomhoz. És persze nem tudom bebizonyítani, hogy azért alszok jót, mert megkértem, hogy legyen hozzájárulás, tehát hogy nem tudom ezt bebizonyítani, de teljesen más érzés, és általában, amikor fekszek, akkor jön egy olyan érzés is, egy valamilyen nem kibalanszolt érzés, és az mindig elmondom azt is, hogy én is hajlandó vagyok itt Norvégiának, ennek a háznak, ennek az alma részlegnek, az ágynak hozzájárulás lenni, amivel én tudok. És ez nem egy olyan deal, hogy te adod a puhaságot, én adom azt, hogy fizetek érte vagy. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hanem csak úgy egy ilyen áramlás, mintha egy ilyen flow-ban lennél, ahol kapcsolódsz a székkel, a tényleg a fával, a gyümölcsel, a hideggel, a mindennel is, és mindentől csak engeded, hogy átáramoljon rajtad, és hogy minden adhasson neked. És szerintem ez az, amit így mondanak, hogy engedd meg, hogy az univerzum elhalmozzon téged az ajándékaival, hogy minden és minden ajándékozni akar neked. Ezek nem olyanok, mint amit mi itt eldöntünk a fejünkbe, hogy hát ettől a gyümölcstől azt várom el, hogy finom legyen, ettől azt várom el, mert ezek már elvárások, hanem egyszerűen csak falak nélkül, ellenállások nélkül, csak megengedett, hogy valahogy megmagyarázhatatlanul, akár energetikailag, érzésben ezek ajándékozzanak nektek. Nekem ezt jelenti ez, hogy hozzájárulás. Én egy kicsit más oldalt is behozom. Hál' Isten! Hol döntjük el azt, hogy a hozzájárulás az csak pozitív lehet? Tehát mi van akkor, hogyha az a legnagyobb hozzájárulás, hogy amikor kiszaladtam az úttestre, és el akart ütni az autó, akkor a pofont kaptam az anyámtól, hogy a falatta a másikat. Mert ez biztos, hogy megtanultam, hogy vagy körülnézzek, vagy éber legyek, és tényleg használjam azt, hogy... És ez az éberséghez visszaköt, és ez nagyon érdekes, hogy akkor, hogyha éber vagy, és a gyerekek kapcsán beszélgettünk erről az alapozóról, hogy hányszor fogom vissza a gyereket attól, hogy önmagaként létezzen, és hogy az éberségére hallgasson, mert meg kell fognom a kezét, mert én vagyok a nagy és okos szülő, aki mindent is jobban tud. És egyébként simán lehet, hogy, és tudom azt, mert az én kis kölkeim is nem egyszer elmondták, hogy ja, egyébként anya, amikor veled vagyunk, akkor rendesen megállunk a piros lámpánál, de egyébként amikor nem jön autó, akkor alattól átmegyünk a piroson is gond nélkül. Tehát, hogy most így fogtam a fejemet, hogy tényleg most nem életveszélyes helyzetekbe akarok senkit se biztatni, hogy elengedje a gyerekét, vagy egyáltalán, csak hogy ránézzünk már, hogy hol veszük el a gyereknek is akár az éberségét, mert mi már jobban tudjuk, hogy mi fog vele történni, ami egyébként vagy igaz, vagy nem. És hogy hol döntöttem el, hogy az például, és ugye a saját példám, hogy amikor a volt főnököm lényegében kirúgott, jó, hogy nagyon szépen, nagyon kellemesen, erről rengeteget beszéltem már. Igazából mekkora hozzájárulás volt az, hogy én elveszítettem a munkámat ahhoz, hogy beleálljak abba az, aki most vagyok. És alapvetően az nem egy pozitív dolog. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg hozzájárulás lehet az is, hogy valami szar dolog történik veled. Mert nem tudom én, levesz a lábadról egy betegség, azért, hogy közben nem tudom én, megtanuljál angolul, vagy az interneten szörfözve pont megtaláld akkor azt a lehetőséget, ami, és ezek persze nyilván ilyen csak feltételezések, mert nincsenek ilyen kőbevésett utak, hogyha ezt megengedem, akkor ez fog történni, ugye akkor már az agyunkban vagyunk a helyet, hogy, de tényleg, és jó volt, hogy visszahoztad, mert ezzel a kérdéssel is mentünk már, hogy basszus, mi ebben az ajándék? Tehát mi lehet az ajándék a hozzájárulás egy adott helyzetnek? Hogy járulhatok én hozzá a másik életéhez? Lehet, hogy tényleg akkor, amikor azt mondom, hogy nem tudom én, egy
galádgenya mondattal foglak tudni, amit így elpökkentek, hogy na jó, akkor kirángatlak valahonnan, és egy más útra raklak. Akkor most igazából genya voltam, vagy hozzájárulás? Tehát, Jaj, hogy... ezt behoztad, mert én állandóan genya vagyok, de ez a vagyok meg titeket, hogy mosolygok, de hogy én amikor coach, amikor jártak hozzám emberek, mindig én voltam a szemét zsarú. Tudod, akit nagyon éreztem, és nem hagytam, hogy hazudozzon, és letérjen, és itt megy a pampogásról szóljon, hogy na, vissza. És akkor így, és igen, és szerintem hozzájárulás voltam pont az, hogy nem simogattam, hogy jaj, tényleg, komolyan, na, mi történt, hanem, hogy na, elég ebből, ezt majd máskor, mással fókusz. Haladjunk. Igen, haladjunk már, tehát, hogy mikor adod fel végre, hogy hazudozol nekem, meg magadnak, de igen, de hogy, és nagyon nagy hozzájárulás a genyaság is, úgyhogy annyira jó, hogy ezt az oldalát behoztad. És tényleg, nekem is ez most nagyon-nagyon csúnya lesz, úgyhogy lehet most egy csomóan kikövettek majd, amit mondani fogok, mert hogy nekem ugye meghalt anyukám, meg egy páran a családból, de hogy nekem akkor, ez egy nagyon rossz dolog egyik oldalról. A másik oldalról viszont, amikor meghalt anyukám, az egy utána, utólag így, egy hatalmas hozzájárulás, mert ő nagyon lenyomott engem. Tehát, hogy nagyon... Amikor a szülő lenyomja a gyerekét, azt nem azért csinálja a legtöbb esetben tudatosan, hogy kibasszon vele, hanem azért, mert ő úgy nőtt fel, hogy meg kellett felelni mondjuk, vagy hogy nem volt elég jó, és meg akar védeni téged attól, hogy ugyanezeket a sérüléseket, szenvedést megéld, ezért ő már eleve elveszi tőled azokat a lehetőségeket, hogy te megéld ezt a szörnyűséget, mint neki végig kellett mennie. Ergo, ugye velem is ezt csinálta édesanyám bizonyos témákban, és amikor ő elment, akkor ugye utána viszont azon kívül, hogy borzalmas ez az érzés, teljesen más, szabadabb irányt tudott venni az életem, és valószínűleg azért vagyok most ott, ahol vagyok, mert hogy ez így történt. De nyilván ez nem ok-okozat, meg semmi ilyen, csak hogy vannak dolgok tényleg, ami akkor rossznak tűnik, de hányszor hallotok olyan, akár nézzetek meg bármilyen sztárt, vagy bármilyen sztorit, amikor valakinek azért vált az élete jobbá, mert mit tudom én, a hitel elvitte a házát, el kellett, üldözte őt a maffia, mit tudom én, és hirtelen meg kell, egy nagy váltást kellett csinálnia, ami meg beindította így az életét. De hogy nem kell megvárni szerintem azt, hogy ránk komoljon a ház, meg ilyesmi, mert hogy van választásunk, de erről már beszéltünk Adrival, és szerintem ennyi most így pont bőven elég is volt, igaz? Hát figyelj, tudod, ha mi egyszer kinyitjuk a szánkat, és elkezdünk beszélni, akkor aztán itt szem nem marad szárazon, és csak peregnek a percek, úgyhogy írjatok, mert mi most mennénk ezekkel a szavakkal, meg ezekkel a szótárakkal. Mit gondoltok? Mik azok a szavak, amik kiverik a biztosítékot, vagy izgatják a fantáziátokat, vagy csak kíváncsiak lennétek arra, hogy mi mit gondolunk róluk, és akkor kibeszéljük, vesézzük, na, már nem is tudok beszélni. Igen. Úgyhogy... Írjatok arról is, hogy ezek így érthetőek voltak-e, így, és hogy kicsit közelítettük őket ahhoz a valósághoz, ahol ezek a szivak idegenek, és mindkettőnket nyugodtan kövessetek be, vagy osszátok meg nyugodtan ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon örülnénk, minél több emberhez eljutna, akiknek ez releváns. Akinek ez hozzájárulás. Ez hozzájárulás, igen. Úgyhogy csodás napot nektek. Folyt köv. Folyt köv. Sziasztok! Sziasztok!